A bőrnek már lőttek, mondta a test egykedvű őre. Semmire nem megyünk a méregdrága a francia kenőccsel. Közelről szörnyű, de nem néz ki jól messziről se. Hály János sokoldalú alkotó. Végzettségét tekintve tanár, de ma amellett, hogy ír, rajzol és fest is. Műveit saját maga illusztrálja. Első regénye 1989-ben jelent meg. A Herner Ferike Faterja című vígjátékát a legutóbbi Vidor Fesztiválon láthatta a nyíregyházi közönség. 2017. szeptemberében a Színházi Dramaturgok céhe a Halott ember című művét az évad legjobb drámája díjjal jutalmazta. Az alkotó verset, prózát és drámát is egyaránt szívesen ír. Mindig azt szeretem, amit éppen írok. És hogy is mondjam, legnagyobb kincs az, amikor verset tud írni az ember, mert az egy speciális érzelmi szituáció, amikor sikerül. Prózával úgy napi szinten meg vagyok békélve, a dráma az meg olyan, hogy hát ha van szerződés, akkor lesz dráma is, ha nincs szerződés, akkor drámát nem írok. Általában a novelláimat szoktam alapul venni a drámaíráshoz. Amúgy szeretek drámát írni, szívesen írok, de művészileg kevésbé érdekel, vagy inkább azt mondom, hogy nem annyira elsődleges. Tehát, hogyha valamit látok, valamit meg akarok fogni a világból, vagy fel akarok építeni egy világot papíron, akkor elsősorban inkább a próza jut eszembe. Kürti László néhány évvel ezelőtt indította a beszélgető sorozatát, melynek keretében a legkiemelkedőbb magyar írókkal találkozik Máté Szalkán és Nyíregyházán. Vendége volt többek között Térei János, Szabó T. Anna, Jónás Tamás és Tóth Krisztina. Kürti László az elmúlt időben nem csak verses kötetet, hanem hangos könyvet is kiadott. Alkotó munkájának elismeréseként januárban a Magyar Kultúra Napján a Bella Istvánról elnevezett rangos irodalmi díjat vehette át. Ez azért nagyon emblematikus és szép vállonveregetés, ha úgy tetszik, mert hogy ténylegesen a Magyar Írószövetség és Érdvárosa közös díjáról van szó, ahol ugye Bella István egy nem túl hosszú időszakot, de élt. Ráadásul egy olyan szerzőről van szó, aki legalább annyira volt a jobboldali diskurzus tagja, mint a liberálisé, és sajnos olyan kulturpolitikai klímában élünk, ahol valójában ezek talán, nem is tudom, meghatároznak kéne lennie. Hály János az esten verseiből és novelláiból is felolvasott a nyíregyházi közönségnek, és azt is elmondta, hogy jelenleg egy irodalomtörténeti munkán dolgozik, melyben 30 magyar író munkásságát mutatja be. A kötet várhatóan a jövő év tavaszára készül majd el.